dolgoznak a kézápoló és körömkozmetikus szakemberek a pécsi Simonyi Szakképzőiskolában. Készülnek a festett, díszített körmök, amik a mesterjelöltek gyakorlati vizsgamunkái. Én egy kozmetikában dolgoztam, és ott mindig az volt a cél, hogy fejlesszük magunkat. És ott a kozmetikus, ő pár évvel ezelőtt levizsgázott, elvégezte ezt a mesterképzést, és nagyon szimpatikus volt, hogy mennyit láttam, hogy fejlődött a tudása, a szakmaisága, hogy mennyire kiállása lett, hogy ez nekem nagyon szimpatikus volt, és én úgy gondolom, hogy ebbe a szakmába mindig is fejlődni kell, és menni kell előre. És az, hogy valaki nem tökéletesen csinálja, az nem azt jelenti, hogy itt a vége, hanem lehet mindig előre menni. Ezért jelentkezett a mesterképzésre és vizsgára a mohácsi szakember. Összesen 110 órás felkészítést kaptak a mesterjelöltek a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében. A felkészítő tanfolyam kétharmada a szakmai ismeretekről szólt. Műkörömépítést, manikűrt, ezt ugye mind gyakorlatban alkalmaztuk, végigmentünk a vizsgafeladatokon, és illetve projektfeladattal is készültek a lányok a mai vizsgára. A képzés során pedagógiai ismereteket is tanultak, hiszen ezek a szakemberek oktathatják majd a gyakorlatban a fiatalokat. Erre is figyeltek a vizsgafeladatok összeállításánál, illetve a számonkérésnél. 7 vizsgafeladatuk van, és a mestervizsga az tulajdonképpen az oktatásra készíti fel őket, tehát olyan feladatokat kapnak, amit későbbiekben majd taníthatnak. És a legfontosabb tulajdonképpen ez, hogy hogyan oktatják le. Van mindegyik gyakorlati vizsgafeladat mellett egy szakmai beszélgetés, ami pontosan arra irányul, hogy megtanulják-e magát a szakmai nyelvet, hogy az oktatásban majd tudnak-e felelősségteljesen tanítani. 12 baranyai mesterjelöltet gyakorlati vizsgát a kézápoló és körömkozmetikusok közül. Akik sikerrel vették az akadályt, mesteroklevelet kapnak, amit a helyi iparkamarában vehetnek át november 24-én.